Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. 30 évvel ezelőtt, 1990. szeptember 30-án és október 14-én tartották meg hosszú idő után az önkormányzatok szabad választását Magyarországon. 1990. június 27-én Göncz Árpád köztársasági elnök a parlamenti pártokkal folytatott konzultáció után szeptember 30-ára tűzte ki a választások első fordulóját. Így volt ez Székesfehérváron is. Ugye azt tudjuk, hiszen az előző beszélgetésekből már elmondtam, de most megismétlem, hogy csak két jelöltnek sikerült az első választáson mandátumot szereznie, majd ezt követően október 14-én pedig a többiek juthattak mandátumhoz. Az országgyűlés egyébként 1990-ben fogadta el az önkormányzatokról szóló 65-ös törvényt, amely már tartalmában követte az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit. Ez a beszélgetés sorozat azt célozza, hogy visszaemlékezzünk 3 évtizeddel ezelőtt történtekre. Mai vendégem dr. Rába Közi Ferenc, tisztelettel köszöntöm, akiről azt azért tudnunk kell, hogy környezetvédelmi és gazdasági szakmérnök, ebből doktorát egyéb iránt. Úgyhogy ez egy óriási lépés volt akkoriban, hiszen Alsóváros, illetve Sóstó és környéke volt az ön területe, a 19-es választókerület. Nagyon fontos kérdés, hogy miként vállalta a kihívást, hiszen egy rendkívül kihívás volt. Ugye tudjuk, hogy 49-ben volt előtte önkormányzati választás. Hogy találták meg önt, és miért a Független Kisgazda párt színeiben indult? Kezdjük talán ezzel. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm székesfehérváriakat. Kérdésekre válaszolva, Székesfehérvár déli részén, a Kossuth TSZ-be, akkoriban most már Arany Korona részvénytársaságban dolgoztam, mint műszaki vezető. A TSZ-nek az egyik ágazatát, a szarvasmarhát Kovács Ignác, későbbi városi kisgazdapárti elnök vezette. Ő invitált arra, hogy a származásom is részben paraszti, nem szégyelve, álljak be közéjük. Most van egy alkalom, amikor hát a régi egypártrendszerből több pártrendszeré alakult a világunk, hogy álljak be a kisgazdapártba. Arra halványan emlékeztem, édesapám 80-ban halt meg, de nagyon ellensége volt az akkori rendszernek, egy pártrendszernek, halálos ágyán is azt mondta, hogy fiam, itt meg kell, hogy változzon ez. Már nem érte meg, Isten nyugosztalja. De állj be a kisgazdapártba, mert a nagyapád is, meg a testvére is kisgazdapártiak voltak, apád is szeretettel, tisztelettel gondolt rájuk, mert ezek a kis emberek, nek a pártja volt, aki a kisgazdálkodók, kis emberek, ügyvédek is voltak benne, meg jogászok, orvosok. Hát azt mondtam, hogy visszaemlékezve apámnak a intelmeire beálltam, bár lélekben úgy voltam vele, hogy mint régen a kis tagság. Megveszem a bélyeget, aztán ennyi. Mit tesz Isten? A választásokat megelőző két évben ott azon az őrhalmi szőlőhegyen se víz, se villany nem volt, gázról nem is beszélve. Valamikor a Fejér megyei vízműnél dolgoztam, ismerve úgy nagyjából a hálózatokat, egy fejlesztésbe kerültünk bele régi kedves barátommal, Vig Imrével, aki megtervezte, és összekaptam a barátaimat, saját kezüleg is építettük a vízhálózatot. El kell gondolni, hogy mit jelent ez olyannak, akinél nem volt víz, hiába volt kertje, állatja, kannaokba, meg különböző edényekbe hordták ki az vizet. A villanyhálózat pedig olyan volt, hogy este fele már az a kis trafó, ami volt annak a környéknek, nem bírta. Az édász, akkori édásszal jó kapcsolatban voltam, kicseréltettük egy nagyobb trafóra,
vízhálózatot megépítettük. Élő kapcsolatban voltam az emberekkel, akik a választáskor visszaemlékeztek erre, és jó szándékú szavazatukkal azt a környéknek az egyéni, a városba egyetlen kisgazdapárti területi képviselőként szavazatékkal bejuttattak a testületbe, akkor a mai Fidesz és a már nem létező, vagy máshova állt SDS kapcsolatban, jobb barátságban voltak, de csak egy rövid ideig. Balsai István, aki kortársam volt gyermekbál, vagy ifjúsági bálokban is úgy találkozgattunk. Amikor megnyertem a választást, behívott, azt mondta, hogy a két társasággal, akár melyikből választok elnököt, a másik meg fog haragudni. Te, mint megbízok benned, képességeid alapján megítéllek, megválasztott, illetve kijelölt, majd később megválasztottak a városfejlesztési, városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottságnak. Ez egy óriási területe, az egész városban volt rálátásunk, hatásunk. Előtte figyelmeztetett Balsai úr, hogy nagyon vigyázzak, mert ez egy olyan meleg hely, ahol a korrupció, a megvesztegetés ott van mindenhol. Egyszer, ha megbotlasz, véged van ebbe a városba, újra mutogatnak rád, hogy kilóra meg lehet téged venni. Meglepett ez a, mert relatíve én is tiszta kezűnek tartottam magamat, de ez a jó indulatú figyelmeztetés még jobban megerősített abban, hogy csak a tiszta szellemi, nem az anyagi gondok vezessenek. Hogy mit jelentett ez a 19 ember, a többi bizottságban 3-5, esetleg 7 volt a gazdasági bizottsága. Nálam ez a sok ember egy aranyos társasággá lett összegyúrva volt itt. Mérnök, közgazdász, tervező, és még olyan is volt ugye, hogy az egyéni vállalkozásokat, mert azok már úgy kezdtek kibontakozni, egy cippantós is volt, de jól képviselt az egyéni kisvállalkozó. Azt tudnunk kell, hogy heterogén volt a testület. Ugye Fidesz fölény volt, hiszen ők voltak 14-en voltak, de emellett mindenki képviseltette magát. Tehát a legfontosabb az, hogy meg kellett tanulniuk önkormányzatiul, hiszen ez egy teljesen újdonság volt. A képviselőtestület pontosan a sokszínűsége miatt rendkívül nehéz feladat előtt állt, hiszen valljuk meg, hogy ahogy ön is mondta, a vállalkozásfejlesztés az elsődleges volt, hiszen a választások után közvetlenül a KGST piac és a szovjet piac elveszítése okán a gazdaság tönkrement. Több mint 30 ezer munkanélküli volt. Ez volt talán az elsődleges feladatuk, és azt hiszem, hogy önöknek köszönhetjük, hogy elkezdtek létesülni az ipari parkok is. Igen, így volt. Tehát az első komoly feladatunk az általános rendezési terv megalkotása, amely 25 évre előrevetítette ennek a általam nagyon szeretett városnak a jövőjét. Mindenki úgy volt, az egyszerű emberek, meg a nagyobbak is, hogy valami csodát vártak, hogy most egy új, az egy pártiságból, több pártiság talán szabadabb, jobb egyéni gondolatokat is meg lehet valósítani. Személyem is azon volt, hogy az embereket támogassuk például, mondjuk az építkezéseknél be voltak kategorizálva, hogy milyen háztető, hány négyzetmétert lehet. Én azon volt építeni, én azon voltam, hogy engedjük az embereket, hadd válasz, csináljon olyan
dolgokat, ami a szép érzetét, az anyagi lehetőségeit összetéve olyan házakat, olyan vállalkozásokat, vagy valamit építsen, amilyet tud. Arra vigyáztunk, hogy a lehetőleg a visszaélés, a korrupció ne lengje be a bizottságokat, azon, mert később még egyszer ennek a bizottságnak Nagy István idejében is a vezetője lettem, de a 8 év alatt egy rossz indulatú újság, tévé, rádió felvétel nem kaptam, ami esetleg a munkákat erőtette volna. Amikor megvolt ez a 25 éves, amelyhez örömmel látom, hogy a jelenlegi kis Cserka Alkovics, mert a apjával együtt voltam képviselő, úgy jól követi, és hozzátesz ahhoz a gondolatokhoz, amit mi megalkottunk az általános rendezési tervnél. Utána még a város különböző részébe, a részletes rendezési tervbe kibontottuk egy kicsit ezt a nagy irányokat, és úgy éreztem, hogy a nép is belátta azon kívül, hogy volt az a tetszett említeni a munkanélküliség is, ugye átállásnál sok mindennek meg kellett küzdeni. Meg kellett változtatni például a önkormányzati vállalatoknak a szerkezetét, tehát a korábbi különféle vállalatokból részvénytársaságok, KFT-k az akkori divatnak megfelelően új személyeket kihangsúlyoznám azoknál a vállalatoknál, ahol a régiek jól működtek, a régi vezetők csak azért, hogy most megújítsuk a világot, nem engedtem, hogy leváltsák. Ameddig tudtam, befolyásoltam, és úgy éreztem akár a vízműné, akár a például az IKV, az most szép hő lett, meg a egyéb helyeken javasoltam a testületnek, hallgattak rám, hála Isten, hogy hagyjuk meg őket, mert jól gazdálkodtak, az idő engem igazolt, mert valóban jól gazdálkodtak, az meg sajnálatos, hogy egy-egy nagy vezető, jó meglátású, mint Takács Attila volt a szép vezetője, váratlan halálával egy kicsit olyan átmeneti zavarok voltak annál a cégnél, de aztán most újra érzem, hogy jó kezekben van, és jó irányba megyünk. Ugye az idő önöket igazolta, ezt most elmondhatjuk még egyszer, megismétlem én is, viszont egy kicsit menjünk haza. Ön úgy fogalmazott a beköszönésében 1990-ben, hogy programomban szerepel az Alsóváros, részben a Sóstó és környékének rendbehozatala, ahonnan a szovjetek kivonulnak, azt kialakítani a privatizáció szellemében, és amennyiben lehetőség lesz rá, szorgalmazni szeretném a terület szennyvízhálózatának kiépítését is. Ez is megtörtént méghozzá makulatlanul. Annál is inkább volt ez fontos, hiszen Székesfehérváron, a belvároson túl, illetve a lakótelepi övezeteken túl nagyon sok olyan falusias környezet volt, amelyre bizony ráfért az építés, szépítés, szennyvízhálózat és minden. Alsóváros pedig különösen kiemelkedik, hiszen ott volt a nagy szovjet lakótelep, ami valóban rendbehozatalra szorult, és ráadásul a privatizáció során nagyon sokat segített a lakhatásban is. Ez hogy sikerült elérnie? Úgy sikerült, ehhez szerencse kellett. Főszerkesztő úr, mégpedig olyan, hogy alig, hogy összeállt ez a testület, meg úgy elkezdett indulni, még azt hiszem 90-ben még nem volt meg a új év. Balsai úr hozott le, valamiért bementem az önkormányzattól, hozott le 3 személyt. Aztán csak úgy oda említette, nem tudsz valami területet, a Philipsék vannak itt. Nem tudnál valami pár hektár terület, de mondom, hogy nem, mert elmentek, ahogy tetszett említeni, a szovjetek.
ott hagytak egy környezetvédelmi szempontból egy átkozott területet szennyezővel, olyan, nem is ragozom ezt, szóval ott hagytak, azok a földterületek a Kossuth TSZ-nek voltak a tulajdonosai, tulajdona. Visszamentem az elnöknek, mondtam, hogy van egy lehetőségünk, ki kéne abból a semmi rétből, mert nem lehetett szántóföldként, ami a lényege a mezőgazdaságnak, nem lehetett, csak kaszáló, meg van zerge járt, a terület volt az egész, kiszakítani. Szerencsére jó támogatást kaptam, mondtam a Pistának, hogy megy a játék. A nehéz az volt abba a területbe, az első olyat megfogni, akinek neve van. Már olyanra nem ismertem gondolni, hogy világhírű, mert tegyük hozzá, a Philips egyéb olyan dolgokat csinál, ami más országokban is van. Az helyet kapott, eladtuk a területet. Utána már jött a csokoládégyár. És egyre több vállalat. És egyre több. Mikor már ez a kettő ott volt, akkor már sűrűbben jelentek meg, nem csak az önkormányzatnál, hanem a TSZ-ünkben is, hogy még nekünk is kéne ennyi hektár, annyi hektár. És nagyon szerencsénk volt, hogy volt az az amerikai Loranger, egy jó szituált, jó kiállású vezető volt ez a George Loranger. Az egész területet hasznosította, 260 hektárt felosztott apró, nagyobb vállalkozásnak, ki miért óhajtott, ugye, mert nem minden vállalkozónak kellett ráhúzni, hogy egy hektár vagy öt hektár, eszi, nem eszi. Kinek mi az igénye? Utána ugye ezt a területet be ezek a vállalkozók már Loranger vezetésével beközművesítették, vizet, villany, trafót, meg nyomáscsökkentő, gáznyomás, szennyvízbe csináltak egy óriási befogadót, aztán onnan úgy nyomták ki a városi főgyűjtőbe. Tehát életre kelt az az elhagyott terület. Azt már szívta is be a munkanélkülieket, ami nekem nagy örömet szem, mert borzasztó lehet munkanélkülinek lenni. Igen, hát ez egy óriás. Van családom is, meg gondom, meg szeretnék építeni, vagy valahogy boldogulni, és nem tudok, mert nincs munka. Így van, tehát én azt gondolom, hogy az 1990-től 94-ig, majd 94-től 98-ig terjedő időszaknak talán ez volt a legnagyobb hozadéka egyik oldalról, hogy sikerült a privatizációt levezényelni hitelesen, amelynek ma is az eredményét azért azt hiszem mindenki érzi itt Székesfehérváron. Ha így röviden össze kéne foglalnia, hogy az első négy esztendő sikeres volt-e az ön szempontjából, hiszen azt hallhattuk, hogy igen, de a képviselőtestület szempontjából mennyire volt ez elfogadott, mennyire vették észre az emberek, hogy megváltozott minden Székesfehérváron is? Hát a képviselőtestületre azt tudom mondani, hogy az első egy-két közgyűlésen érdekes mód, nekem tetszett legalábbis, voltak olyan nagy beszédek egymást kontra-rekontra, de aztán megnyugodtak a kedélyek, amikor látták, hogy mi a feladat. Mert egy új világot kellett a régi emberekkel, a régi városba megteremteni. Új szemléletet, hogy a városba az emberekkel mennyire, ugye én sok emberrel találkoztam, én nem tartottam fogadóórát. Azt mondtam, aki jön, azzal én leállok beszélni, a kicsi a dolga, egy telefonnal elintézem, ha nagyobb a gondja, akkor ülj be mellém, beviszlek a városházára, polgármesteri hivatalba, és megpróbálom elintézni. Szóval
én engedtem boldogulni az embereket, és én a környékemen, a suvárosban azt tapasztaltam, hogy nem voltak hőbörgések, lázadások. Ha egy gyűlést tartottam, el szoktam hívni a mindenkori polgármester, vagy egy-két egyéb képviselő. Jobbára a megelégedés, az egy nyugodt nép volt, nem agyon idegesített a lakótelepeken, ahol ugye össze vannak zsufolva az emberek, ott nagyobb a feszültség, több a surlódás. Itt zömébe kiskertes családi házasövezet volt, ahol a munka után az ember kiélvezhette a lelki igényét is a személynek, hogy nő a növénye, vagy az állatkája, és ez egy nyugodt körülmény volt, azt mondom, ehhez képest a emeletes házi környezetekhez képest egy csöndes, nyugodt, békés népségnek a vezetője lettem, annak ellenére, hogy nem ott lakom. Nos, én azt gondolom, hogy ahogy az előző beszélgetésekben is elhangzott, minden székesfehérvári nevében köszönet illeti önöket, hiszen ez a négy esztendő és az azóta eltelt időszak is bizonyította, hogy jól álltak neki ennek a munkának, hitelesen tették, amit tettek, és köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink! Köszönöm önöknek is a figyelmet, természetesen ez a beszélgetés sorozat folytatódik, addig is maradjanak továbbra is velünk, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra!